Jöhet a következő. Üdvözlöm, Forint vagyok. Üdvözlöm az eurónál, foglaljon helyet. Köszönöm. Tehát ön is csatlakozzon hozzánk? Hát igen, rájöttem, hogy csapatban jobb dolgozni, együtt. Ez így van. Erősebbek lehetünk. Ez így van. Nézzek, van egy pár formanyomtatvány, amit ki kell tölteni, ezeket majd elküldöm e-mailbe, és hogyha minden adat stimmel és minden megfelel, akkor fel is van véve. Ez szuperről hangzik. Ennyi? Mehetek? Bocsánat. Igen, tessék. Dollár? Jó napot kívánok. Itt ül velem szemben. Aha. Jó, átadom. Mi történt? Elnézést. Most hívott dollár, hogy elég rossz tapasztalatai vannak önről. Tény, hogy ilyen gyenge a forint még soha nem volt, mint mostanság. 370 forint fölött 1 euró. Ha ilyen gyenge a forint, miért nem váltunk euróra? Fú, ez hosszú lesz, de próbáljuk meg leegyszerűsíteni. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához számos változót ismerni kell. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy miért gyengül a forint? Az alacsony devizaértéke miatt, a kormányzati kedvezmények miatt. Az Európai Bizottsággal folytatott politikai viták miatt. Továbbá piaci bizonytalanságot okoz, hogy az infláció elleni hitelességi harcot elveszíti Magyarország. Hogy a forint mennyire könnyen veszít az értékéből, az 2010-ben derült ki igazán. Kósa Lajos ugyanis ezt mondta egy rendezvényen, alig egy hónappal a kormányra kerülésük után. Úgy tűnik, az átadás átvétel alapján, hogy a közvetlen államcsőd elkerülése a cél jelenleg. A forint értéke már másnap zuhanni kezdett. Ráadásul nem csak Magyarország, de a régióbeli nem euróvalutát használó országok is. A koronavírus jelenlegi gócpontja egyébként is Közép-Kelet-Európa. És nem segíti ezeket az országokat, illetve azok saját valutáit a különböző jelenleg zajló geopolitikai feszültségek sem. Ilyen például a lengyel-fehér-orosz határválság, de ilyen a már régóta húzódó romániai kormányválság is. Ha várjál, mi van? Ezt kilátja át, Jézusom. Nem tudnánk ezt valahogy leegyszerűsíteni? Sajnos ez a sok dolog mind összefügg, de emeljünk ki csak párat. Oké, beszéljünk arról, ami talán a legszembetűnőbb. A kormányzati kedvezmények hogyan rombolják a forint értékét? Az állami tőke egy túlnyomó része nem befektetői alapra van helyezve, hanem fenntartói alapra. Ez annyit jelent leegyszerűsítve, hogy a befektetők szemében nem éri meg olyas valamivel kereskedni, ami felzárkóztatási célokat fogalmaz meg elsősorban. Vegyük példának a babaváró hitelt. Ez a lehetőség alapvetően azért jött létre, hogy több magyar gyerek szülessen, és erre legyen anyagi motiváció is. Azonban a túlkedvező feltételek miatt a hitelt igénybe vevő kétharmada olyan család volt, akiknek már nem kellett több gyerek ahhoz, hogy vissza nem térítendő támogatást kapjanak. Így ez a kedvezmény nem érte el a célját. Alapvetően a magyar kormányzat fűti a konjunktúrát a választás előtt, és nemigen törődik azzal, ez idáig úgy látszik, hogy ennek a hatása pedig a forint gyengülése. És hogy mit eredményez ez? Relatíve sok pénz ad a kormány, az emberek keresete magasabb lesz, emiatt a külföldi nagycégek megemelik a magyar árakat. Ami fontos ebből, hogy nem tartósan lesznek gazdagabbak az emberek, hanem egy egyszeri kvázi gazdagodásról van szó, ami egy idő után ugye elmúlik. A közgazdászok között egyetértés van abban, hogy a dollár erősödése rosszul hat a kisebb piaci pénznemekre. Ezek a kisebb piaci pénznemek, például a román lej, a lengyel zloty, de ilyen a magyar forint is, érzékenyen reagálnak az euró és a dollár erősödésére. Az amerikai dollár utóbbi időben tapasztalható nagy mértékű erősödése elég rosszul érintette a mi valutánkat is. Ugyanis a befektetőtnek minél nagyobb a dollár értéke, annál jobban megéri abba fektetni, így a forintra és minden más kisebb valutára is csökken az érdeklődés. A dollár gyengülése kapura jönne a forint erősödéséhez, de ez a jelenlegi helyzetben kizárt. Oké, tudjuk, hogy rengeteg körülmény rontja a forint értékét, de akkor miért nem váltunk át euróra? Miért ragaszkodunk a forinthoz? Egyrésztről nem is biztos, hogy ragaszkodunk hozzá, másrésztről viszont az sem biztos, hogy jó ötlet lenne a közös európai valutát használni. Az euró ugye alapvetően azért jött létre, hogy az úgynevezett négy szabadság, tehát az áru, a személy, a szolgáltatás, valamint a tőke szabad mozgásait megkönnyítse. Egyébként érdekes lehet, hogy adott esetben egy valutának milyen identitás formáló ereje lehet, de nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy alapvetően azért nem váltunk át euróra, mert egyelőre nem is tudnánk. Van egy 5 pontból álló lista, ami tulajdonképpen egyfajta kritériumrendszer.
ezek a Maastrichti kritériumok, melyet azért hoztak létre, hogy egy ország képes legyen beilleszkedni az euróövezet monetáris, magyarul pénzügyi rendszerébe. Az öt pont röviden: árstabilitás, kamatkonvergencia, rendezett költségvetés, fenntartható államháztartás, illetve az árfolyam stabilitás. Korábban volt olyan időszak, amikor három jó indulattal akár négy feltételnek is megfeleltünk, azonban a koronavírus óta már konkrétan egynek sem. Egyébként, ha tudnánk, egyáltalán akarnánk pénznemet váltani? Egyrészt ez inkább egy politikai kérdés. Ha megfigyeljük a Fidesznek, mint kormánypártnak a kommunikációját, nem éppen azt látjuk, hogy szimpatizál az EU túlságosan a cégekkel szemben engedékeny gazdaságpolitikájával. Fontos, hogy ez leginkább csak a kommunikációban tapasztalhatjuk. A Magyarországra bejött világcégek itthon is azt csinálnak, amit akarnak. Lásd, rabszolgatörvény. De emellett gyakorlatilag ellenségképet gyártottak az utóbbi években Brüsszelből, mint Európai Unióból. Magyar kormánypártnak politikai arcvesztéssel járna, ha a teljes pénzügyi politikáját Brüsszelnek rendelni alá. Az utóbbi évben számos érv és ellenérv született arról, hogy váltsunk-e euróra vagy sem. Ellene szól, hogy az ingatlanárak a mostanihoz képest nagyon elszállnának. Igen, de kiszámíthatóak lennének az árak, és ugye az árstabilitás az egyik legfontosabb tényező. Az viszont valószínűleg nem jó, hogy egy fejlettebb tagország kisegítéséhez is hozzá kell majd járulnunk, ha netalántán baj történik. A görög válság is olyan országokat kényszerített segítségnyújtásra, mint például Szlovákia, ami az átlaghoz képest egy szegényebb ország. De jelentős mértékben visszafogná az inflációt, illetve a külföldi nagyobb devizák nem rángatnák úgy a magyar valutát, ahogy épp érdekük kívánja. Igen, de a gyeplő is kikerülne a kezünkből, gyakorlatilag semmilyen forrásunk nem lenne arra, hogy a saját pénzünk éppen mennyit ér. Olcsóbb lenne az utazás egy csomó országba, azokba, amelyek tagjai az eurózónának, illetve növekednének itthon a bérek is. Tehát van pró és van kontra is. A két legnagyobb magyar politikai tömb sem ugyanazt akarja. Igen, az ellenzéki összefogás inkább európárti, azonban a Fidesz nem. Nincsen átfogó szakmai tervük az euró mellett álló politikai erőknek. Igazából gazdasági támogatottság sincs. Ugyanis a befolyásos nagyvállalatok számára alapvetően előnyös ez a mostani helyzet, mivel a dolgozói juttatásokon kívül minden tranzakciót euróban folytatnak már így is. A magyar bérek alacsonyan tartása érdeke a nagyvállalatoknak az olcsó munkaerő miatt. Gondoljunk csak bele, hány autógyár épült Magyarországon az utóbbi időben, de ott van a Samsung gyár is. Akár összefoglalhatjuk úgy is, hogy sokkal több az ellenerő annál, hogy be tudjuk vezetni itthon az eurót. Igen, elég távolinak tűnik, azonban egyre több helyen, azt is mondhatnánk, hogy a legtöbb helyen lehet már euróval fizetni így is. Ez tök jó, de minden ilyen vásárlással, ha kismértékben is, de a forintot gyengítjük. És minél gyengébb a forint, ugye annál valószínűtlenebb, hogy itthon valaha is bevezetik az eurót. Körbeértünk. Ugyanis a befektetőknek minél nagyobb a dollár értéke, annál jobban megéri abba fektetni, így a forintra és más minden... A magyar béláim! Rátótunk! Láttad azt a filmet? Az melyik? Legényanya. Legényanya, nem láttam. Nem láttad? Nem. Klasszik pedig. Legényanya? Aha. Ez is feladat. Rögtön. Na, most jó lesz. Nincsen átfogó szakmai tervük az euró mellett álló politikáknak. Elkezdett, hogy elkezdek röhögni, és aztán arra gondolok, hogy milyen vicces lenne az euró. És belül sírtam, és szenvedtem, és kalipált egy olyan, most is. Új. Nincsen át... Jó, Istenem, meg lesz a 60 000 lépésem már, csak abból, hogy ide oda jászkálnak. Nincsen átfogó szakmai. Ez jó, hogy pihenjünk egyben.